A krakkói Fatimai Szűz Mária plébánián tartott katekézist az ifjúsági világtalálkozón résztvevő magyar fiatalok számára Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek. A tanításának középpontjába az isteni irgalmasság állt. Mint beszédében kiemelte, az irgalmasságnak és az igazságosságnak együtt kell járniuk. Embertársainkhoz való fordulásunkban törekednünk kell megtalálni a kettő közti egyensúlyt. Az ember élete itt a Földön véges, rész szerinti. Ezért aztán olyan nagyszerű tulajdonságokat is, mint az igazság és az irgalom, egymástól megkülönböztetve, elválasztva szemlélünk. De hát a Biblia lapjain mind a kettő, mint Isten tulajdonsága jelenik meg, és például a Zsoltárokban nagyon gyakran egymás mellett szerepel, hogy igazságod és irgalmad, igazság és irgalom. Azt hiszem, hogy nekünk is az isteni irgalmasság követeinek kell lenni, vagyis egyszerre kell a valóság talaján állni, hallgatni észre és szívre, keresni, hogy mi az embernek az igazán jó, de meghallgatni azt is, hogy ő hogyan adja elő a szenvedését, ő mit szeretne, neki mi az, ami a legfontosabbnak látszik. Ezt a kettőt próbáljuk egyensúlyban látni, azt pedig, hogy végső soron mi a fontos és mi a jó az embernek, mi Jézus Krisztustól tudjuk, mert benne Isten mindent elmondott az emberről, az emberiség számára. Ezért hát az irgalmasság cselekedeteinek a jegyzékei, amelyeket az egyház pontosan a Szentírás tanítása alapján állított össze, ezek ma is aktuálisak. Ma is fontos, hogy tudjunk az éhezőnek enni adni, a szomjazónak italt, ma, amikor a föld vízkészletével is problémák vannak, a hajléktalanoknak szállást, ha csak lehet, a rabokat, a betegeket látogassuk, a halottakat temessük el tisztességgel. De az is fontos, hogy a lelki cselekedeteket gyakoroljuk. Tehát tanítsuk a tudatlanokat például. Ez a szeretet megnyilvánulása, ez nem csak egy állami kötelezettség. Aztán fontos, hogy a tanácstalanoknak jó tanácsot adjunk. Segítsük az embereket az életben eligazodni, a szomorúakat vigasztalni. Nagyon sok olyan cselekedet van, amelyet mindenki megtehet. Vagy élőkért és holtakért imádkozni. Egyrészt valóban Isten előtt az imádságunknak is súlya van, másrészt nekünk magunknak is fontos, hogy imádkozó szeretettel figyeljünk a másik ember szükségleteire. Ha már imádkoztunk érte, segíteni is fogunk neki. Adja Isten, hogy ezt megtanuljuk ebből a mostani találkozóból is. És ha már a találkozónál tartunk, egy kicsit talán személyesebb kérdés. Bíboros úr is látja ezt a sok vidám arcot, a sok imádkozó fiatalt. Milyen érzések vannak ilyenkor bíboros úrban, amikor ezt látja? Hát mindenképpen hála az isteni gondviselés felé, hiszen ez az öröm, ez a hit öröme. Nagy tömegek, fiatalokból álló nagy tömegek sok helyen előfordulnak, szórakozó helyeken, koncerteken, mindenféle alkalmakkor, néha demonstrációkon is, de ez az öröm, ez nem mindenütt látszik az arcokon. Azt hiszem, hogyha él bennünk az a tudat, az a hit, hogy Istennek terve van a világgal, terve van az emberiséggel, hogy nekünk is egy értékes szerepet szán ebben a nagyszerű projektben, ez derűsebbé, biztosabbá teszi az életünket. Ha Isten gondoskodik rólunk, akkor érhetnek bajok a földön, de a rossz cél, a pusztulásé nem az utolsó szó. Hát legyen ez az öröm mindannyiunknak mindig a sajátja, fiatal és idősebb korban egyaránt. A tanítás után a fiatalok kérdéseire válaszolt a bíboros, majd ünnepi szentmisét mutatott be a helyi, valamint a csoportokat kísérő magyar atyák közreműködésével. Ez volt a harmadik és egyben utolsó magyar katekézis Krakkóban. A fiatalok már a központi programokra készülődnek, mint például a Szentatyával való közös keresztúti ájtatosság, a virasztás, valamint a 31. zárószentmise.